azt éreztem, hogy fokozatosan kirabolnak. Elveszik tőlem azt, ami miatt a legfontosabb dolgokat, amik az identitásomhoz tartoznak. Hogy én azt tudjam mondani, hogy igen, én ehhez a közösséghez tartozom. Magyarország. Magyar. Szeretettel köszöntöm az Árbeszélgetés revizor interjú sorozatának nézőit és hallgatóit. Én Sós Tamás vagyok, és a mai vendégünk Hajdú Szabolcs, akit ugye színházi és filmes alkotóként is ismerhetünk, de most főleg a filmekről lesz szó. De mivel ugye neked elég kacskaringós utat vezetett a filmrendezésig, ezért onnan kezdeném, hogy 80-as évek Debrecen, ahol te egy utólag egy elég pezsgőnek tűnő művészi közegbe kerültél, mert ugye egyrészt ott volt a színház. Olyanokkal játszottál együtt már akkor, akikkel azóta is együtt dolgozol, illetve ott volt a zene, ahol akkoriban, hát ma már kevés ismert, de akkoriban kultikusnak számított zenekarokban többek között, például Lukács Lacival is zenéltél, hogyha jól tudom, a Tomi Szomorú nevű debreceni együttesben. Úgyhogy ilyen először arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan kerültél be ebbe a művész közegbe, mert ugye te előtte tornáztál. És ugye a Várhidi Attila, aki a Phoenix Diák Színpadnak a vezetője volt, azt mondta, hogy te egyik nap ott hagytad a tornát, és másnap megjelentél nála a színjátszókörben. Hogy ez nálad hogy nézett ki, ez a váltás? Honnan tudsz te ilyen részleteket? Amúgy az Origón volt. Igen, erről lehetett 40 éves köszöntés, de mesélte ezt az Attila. Már akkor is köszöntöttek. Hát... Hát szeretnék kijavítani, mert Lukáccsal nem játszottunk egy zenekarban, hanem ott különböző zenekarok voltak, amikben a tagok így váltották egymást, és a Lukács Laci játszott egy Vöröskakas nevű zenekarba, és azután csinálták meg a Tankcsapdát, és a Vöröskakasnak a másik tagja, Tomi, a Nagy Tomi, csinálta meg a Tomi Szomorút, és akkor abban voltam én benne többek között, meg mindenféle más zenekarban is, tehát ott az tagok úgy átjártak. Te zongoráztál? Hát igen, meg basszusgitár, meg hát alapvetően ezekben a zenékben bármilyen hangszerhez hozzá lehetett nyúlni, mert nem voltak annyira bonyolult zenék, tehát alapvetően rock and roll, new wave, punk, ilyesmi, igen. Igen, pezsgőnek tűnik. Nyilvánvalóan egyébként csak ahhoz képest, hogy milyen volt a kor, meg megítélni, hogy az ember, amit érez 16 évesen, az mit jelent? Tehát, hogy nekem akkor nyilvánvalóan azt jelentette, hogy az egész világot jelentette. Az egész világot jelentette, és most is az van egy mostani 16 évesnek, az egész világ, és ő is érezheti azt, hogy ez egy rendkívül, tehát mit tudom én, 30 év múlva, hogy ez egy rendkívül pezsgő kor volt, amiben ő fölnőtt. Tehát valószínűleg egy sivár kor volt ez a 80-as évek Debrecenje, tehát, és csak az emlékek szépítik és gazdagítják föl. De az én emlékeimben minden esetre így él, és nagyon színes. Színes, sötét egyszerre, de bizonyos részleteiben nagyon színes. A Váridi Attila féle színpad, diák színpad és gyerek színpad, az volt az egyik ilyen sziget, vagy menekülési lehetőség. Egyébként a lakótelepeknek és a tornának a szigorú világából, amiben én egyébként addig voltam. Tehát én 15 éves koromig tulajdonképpen egy utat jártam. Vénkerti általános iskola és a újkerti lakótelepi lakásunk közötti 500 méteres ösvényen közlekedtem, és
tulajdonképpen 6 éves koromtól 15 éves koromig. Barátokkal azért elég sok mindent azért próbáltunk csinálni, meg az ember próbál kitörni a keretekből, de hát akkor is ahhoz képest, ami utána következett, tehát a Várhegyi Attilánál az egy ilyen elképesztő váltás volt. Tehát a 80-as évek közepén én bekerültem egy ilyen ultraliberális közegbe. Általa. És 14 évesen elkezdtem ismerkedni Eszterházy Péter életművével, meg a kultikus lengyel színházzal, és a drámával, és a klasszikusokkal, és mindennel. És az benne volt a pakliban, hogy te színész leszel főállásban? Hát elég sokáig az volt benne a pakliban, sőt ez így is volt, 23-24 éves koromig. 14-15 éves koromtól kezdtem el úgy rendszeresen játszani a Várhegyi Attilánál. Ez azt jelenti, ez a rendszeresség, hogy volt úgy, hogy heti 3 előadás, vagy még több. Egy nap is több előadás, és különböző helyszíneken, és mindenféle stílusban. Tehát mi játszottunk mesejátékokat, Lázár Ervin sorozatot, játszottunk abszurd dadaista előadást, játszottunk állami ünnepségre készült március 15-i műsort, volt november 7-ére készült kicsit Mnuskin hatású nagy performatív előadás. Játszottunk szobaszínházat már akkor. Eszterházy Péter kis magyar pornográfiájából készült egy előadás, ahol csak kérdéseket tettünk föl. És ez ment 1986-tól 1990-ig, ott Debrecenben, elsősorban, Debrecen és környéke, Hajdú-Bihar megye, játszottunk mindenféle állami ilyen nőnapi ünnepségtől kezdve, vállalati ünnepségeken keresztül, kis vidéki kultúrházakban, és börtönben, és állomáson, és gyereknapon az országházban, tehát mindenhol. Musicalt játszottunk nagy színházban, Pál utcai fiúkat. Ez akkor ezt úgy képzelem, hogy ez adott neked egyrészt egy ilyen műfaj szempontból egy nagyon erős szabadságot, mert ahogy mondtad, nagyon sok mindent kipróbáltatok. Másrészt viszont egy ilyen társadalmi látlehetett, mivel mondtad, hogy börtönökben játszottatok, állomásokon, privát rendezvényeken, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon átfogó képet alkothattál, akkor tizenévesen a magyar társadalom. Igazából maga a társulat volt egy társadalmi látlelet, mert akik oda bekerültek, azok tényleg a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből kerültek oda. Tehát mindenféle. Tehát ott nem volt. A válogatás az nem azon múlt, hogy ki tehetséges, vagy kinek van képessége ehhez, vagy kinek nincsen, hanem sokszor azon múlt, hogy ki az, aki jól focizik. Most nem viccelek. A próbák előtt mindig fociztunk, és oda bekeveredtek mindenféle kölykök, és akkor Várhegyi Attila ott észrevett néhány érdekes figurát, jól focizott, kis roma gyerek, akkor gyere, nincs kedve, dehogy nincsen. Lakótelepekről, a külvárosból, akkor voltak ilyen nagyon, nagyon magasan levők. És te úgy kerültél, hogy te meg jól tornáztál? Nem, én úgy kerültem oda, hogy én nem mentem edzésre egy idő után, mert már nagyon igazából már féltem edzésre menni. Szerintem túl sok hazugság gyűlt már össze, hogy miért nem voltam addig, és már egy idő után azt gondoltam, hogyha ez így egyszerre így lelepleződik, akkor az katasztrofális lesz. És akkor egy ilyen alkalommal arra keveredtem, ahol ők dolgoztak, a városnak az a része, Debrecen, az is egy ilyen lakótelepi rész volt, Bányai Júlia általános iskolának a hátsó udvara, és ott fociztak, és akkor ott hívott engem be Várhegyi Attila, és épp a Legyek urát próbálták. És akkor kipróbálta velem a Ralf szerepét, és akkor mondta, hogy ezt nekem kell csinálni. És ez tényleg így volt. És akkor én otthon büszkén már mondtam azt, hogy kiválasztottak egy szerepre. De neked előtte eszedbe se jutott, hogy színházzal vagy színészettel foglalkoz, vagy te már kiskorodban is? Nem, viszont
az tény, hogy hát a sport sem vonzott, tehát egy eléggé magányosan is külön álló szigetként léteztem az általános iskolában. Úgy emlékszem, volt egy-két barátom, pár barátom, velük képregényeket rajzoltam. Milyeneket? Saját ihletésű történeteket, családi történeteket rajzoltunk, emlékszem. Ezzel a barátommal, Erdei Nándival, és verseket írtam, meg kis novellákat. Ilyen hetedikes, hatodikos, hetedikes koromban. Mesét, novellát, verset, képregényeket, ezeket már csináltam. Nagyon sokat olvastam, és zongoráztam. Párhuzamosan a torna mellett. Tehát a művészeti része azért már megvolt. És akkor erre jött rá a színház, ami meg teljesen elkapott. Igen. És aztán 90 körül jöttél fel Pestre, hogyha jól emlékszem? Igen, 90-ben érettségi után rögtön jöttem Pestre. Semmibe, ez egy elhatározás volt. Egyrészt a zenekarnak is volt egy ilyen zenekarnak is volt egy ilyen ambíciója, hogy kitörni a debreceni közegből, a Tomi Szomorúnak, és eltöltöttünk együtt itt egy pár évet, és koncerteztünk elég sokat Pesten. Aztán amikor én elkezdtem színházzal foglalkozni komolyabban itt Budapesten, akkor a zenekar úgy leépült. De én az első egy évet ilyen fizikai munkákat csináltam, és tartottam fönn magamat, mert persze a szüleim segítettek. És akkor az első év végén, a első budapesti év végén, ha jól emlékszem, kiválasztottak egy film főszerepre. Rózsa János, elmentem egy ilyen castingra, és ott kiválasztottak az egyik főszerepre. Ez a Félálom című film volt. Azok ilyen jó évek voltak, mert egyrészt leérettségiztem, másrészt volt egy színházi előadás, az osztályjelenség, amiben az addig én ezekben a színházi előadásokban nem játszottam túl nagy szerepeket. Tehát ilyen háttérember voltam. Egyébként a zenekarban is. A zenekarban is mindig háttérember voltam, és szerettem is ezt a pozíciót. Nem szerettem a felelősséget nagyon. Meg kicsit félős is voltam. Nem is kicsit, nagyon. Nagyon félős voltam. Ez abból fakadt, hogy amilyen rendszerben szocializáltál a torna? Nem nagyon mertem én a véleményemet elmondani. Nem voltam biztos a saját ötleteimben, hogy azok jók. Valahol, hogyha valami nem tetszett, akkor inkább így eltemettem a saját dolgaimat, és hagytam, hogy más érvényesüljön. Tehát hagytam, hogy érvényesüljön az, ami egyébként így nem annyira, amivel annyira nem tudok menni, de inkább, mint hogy előálljak a sajátommal, és mondjuk konfrontálódjak. Tehát én ezektől a helyzetektől mindig menekültem, és nagyon sokáig emiatt én háttérben voltam, és volt bennem egy állandó elégedetlenség egy idő után már mindennel kapcsolatban. Egy ilyen tompa folytott elégedetlenség, hogy hiába mondták nekem azt egy előadás után színházban, hogy te jó voltál benne színészként, tehát az egész az nem jó. Úgy éreztem, hogy annak úgy nincs értelme. Annak úgy nincs értelme. Én is éreztem, hogy az egész nem igazán jó. És én hiába vagyok jó benne, hogyha az egész nem jó. Tehát én ezzel nem tudtam áltatni magamat színészként, és egy idő után azért is hagytam abba a színészetet, mert folyamatosan ezt kaptam vissza, hogy az egész valahogy nem olyan, és most de te jó voltál, hát, oké, most ezzel, és igen, bocs. De ahhoz képest azt mondtad, hogy nem szerettél dönteni, elég éles váltás az, hogy filmrendező lettél, vagy filmrendező szakra jelentkeztél, aztán Azt hiszem, hogy ez a... Tehát, hogy én a mai napig próbálok így változtatni azon, amilyen vagyok,
illetve nem is változtatni, hanem előhívni magamból azt, amilyen vagyok igazából. Ez egy, nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog. És ebben nagyon sokat segített a film, mert 90-től 95-ig én különböző filmekben játszottam, különböző színházi előadásokban vettem részt. Egyébként egyre komolyabb tétekkel, stúdiókában például, Fodor Tamással, akkor Rózsa Jánosnak ugye ebben a két filmjében játszottam. Nagyon hálás vagyok egyébként nekik, mert bizonyos szempontból ők egymás után az én mestereim voltak. A különböző életszakaszaimnak a nagy támaszai. Tehát én hozzájuk viszonyítottam mindig minden, nekem kellett ez a kellett egy ilyen referenciapont. Ilyen volt a Várhidi Attila, ilyen volt a gimnáziumi osztályfőnököm, ilyen volt a Fodor Tamás, ilyen volt a Csetneki Gábor, akivel mozgásszínházat csináltunk, ilyen volt a Rózsa János, ilyen volt később a Simó, Jancsó, tehát ezek az emberek. Tehát nem egy mesterem volt, hanem mindig annak a szakasznak, én arra nagyon koncentráltam, vagy abban nagyon próbáltam hinni, ami ezekhez az emberekhez kapcsolódtak. És akkor 95-ben, amikor bekerültem az egyetemre, akkor ott nem volt mese, egyszer csak vállalnom kellett. Mert addig ugye mindig megmondták azt, hogy mit csináljak színészként. A zenekarban is nagyjából követtem azt, amit mindenhol követtem. Az instrukciókat. És én ezzel egyébként úgy, hogy mondjam, nekem ezzel sose volt problémám, tehát én nem voltam egy problémás színész, vagy hisztéria. Tehát megcsináltam mindent, amit kérnek, legfeljebb nem tetszett, de megcsináltam. És végső soron mindig élveztem is. Tehát azt nem tudom azt mondani, hogy nem élveztem. Mert az a szituáció, amikor a színpadon vagyok, meg voltam, az mindig a lehető legjobb állapot volt, és most is az. Mert az az állapot, amikor én, talán az egyetlen állapot az életben, amikor én tényleg át tudom élni az önfeledtséget, azt az önfeledtséget, amikor gyerekkoromban játszottam, és nem nyomasztott semmi. És az önfeledtség nekem úgy összekapcsolódik a boldogság szóval is. Tehát, hogyha valahol én tudok boldog lenni és önfeledt, az a színpadon levés színészként. Tehát ezért én élveztem még egy rosszban is. Még amiben rossz, mert ott is valahogy az a helyzet, közönség ott van, és van egy ilyen dialógus, és ott játszunk, és ezt nekem Várhidi Attila tanította meg, hogy ez alapvetően erről szól. És nem pedig arról, hogy most produkálunk, hogy produkcióról, hanem erről a játékról szól, erről az önfeledtségről szól. És ez a mai napig nekem így van. Ezért engem nem tud bénítani ez sose. És nagyon olyan kicsit szomorú is vagyok, amikor látom, hogy színészek így ilyen görzsbe vannak, amikor színpadra kell menniük, vagy félnek a megítéléstől. És én is féltem mindig ezektől természetesen, akkor, hogyha nem tudom, nem vagyok felkészülve, de alapvetően, lényegében mégiscsak ez az önfeledtség vonz oda, ez az önfeledtségnek a lehetősége, hogy ezt újra és újra hát átél. Ott az egyetemen nem volt mese, ott kénytelen voltam felvállalni egy adott ponton mindent, amit gondolok. Tehát ott egyszerűen le kellett írni, le kellett forgatni, el kellett mondani embereknek a hülye ötleteimet, és vállalni kellett azt, hogy valaki arra azt mondja, hogy ez hülyeség, és akkor azt nekem meg kellett védenem, hogy én azt gondoltam róla, hogy nem hülyeség, és ebben én elkezdtem fejlődni ezen a területen, mert addig én ezt sosem mertem, és nem is próbáltam ki, hogy konfrontálódjak, hogy ütköztessem tulajdonképpen az értékrendemet. Először csak szűk közepbe, aztán pedig teljesen nyilvánosan. Ez az egyetem alatt, az egyetem adta meg nekem ezt a lehetőséget, és ezt én egy eufóriaként éltem meg.
és olyan bátorrá tett, hogy én magam is meglepődtem rajta. Tehát olyan dolgokat kezdtem el csinálni, amiket előtte én soha nem mertem volna. Mondani se, tenni se. És az első pár ilyen film, ilyen eufórikus állapotban készült az egyetemi filmek, ilyen, szerintem. Tizenvalahány ilyen kisebb, nagyobb, rövid filmet csináltunk meg, az két év alatt, az Erdély Matyival, és az Árpa Attila segítségével, mert ő nagyon sokat segített ezeknek a filmeknek a létrejöttében, mert ugye egy osztályba jártunk, a producer szakon volt Attila, és így összecsatlakoztunk, és ő szervezte a forgatásokat, meg a vetítéseket, mert az volt a felvetés, hogy ezt mindenképpen közönség elé kell vinni, tehát nem magunknak csináljuk, és próbáltuk folyamatosan kivinni a suli keretei túlra is, hogy ne csak a tanárok lássák, hanem lássák ezt akár civilek, teljesen kívülállók, vagy más szakmabeliek. És akkor hívtunk ezekre a vetítésekre embereket. És akkor tulajdonképpen a Jancsóval is így találkoztam. Ott volt az egyik vetítésen? Igen. Igen. Már egy ilyen komolyabb filmnél. És mondtad, hogy több mestered is volt. Én igazságtalan most kiemelnék kettőt, a Simót és a Jancsót. És kezdjük a Simóval, mert ugye az osztályokat is úgy hívják, úgy emlegetik manapság, hogy a legendás Simó osztály. Hogy mi volt az önben ő, akár a művészi, alkotói gondolkodásmódat, akár a világ látásodat meghatározta, vagy amiben mélyen hatott rátok? Hát tulajdonképpen az, amit én most itt elmondtam. Mert elsőre nekem úgy tűnt, hogy ez semmi. Már amit Simó csinál, vagy tesz. Ami valami, az az, amit én csinálok. De hát pont ettől volt valami, hogy egyszer csak elkezdtem érezni azt, hogy én csinálok valamit. Tehát ő egyáltalán nem olyan volt, mint egyébként a többi tanár, hogy saját magáról mondott volna dolgokat, vagy mondott volna nagy összegző szentenciákat, vagy recepteket arról, hogy kell ezt meg azt csinálni. Hanem az ő kezei között a személyiségek elkezdtek kinyílni. Meg elkezdtek alkotói utak elindulni. Török Feri, Páfi Gyuri, Miklauzics, tehát most az egész osztály, 8-an voltunk az osztályban. Mindenki eljutott az első játékfilmig. És én mindenkiről tudok olyat mondani, hogy nagyon-nagyon érdekes vízió és szemszög, amiből csinálja, még akkor is, hogyha nem csinált utána, tehát mondjuk nem csinált utána nem tudom hány filmet, de hogy megvolt az neki, és lehet, hogyha több filmet csinál, akkor az úgy kifejlődik. Tehát mindenkinek mások voltak az életkörülményei, meg a lehetőség, hogy csinálhatod utána filmet, meg hogy nem csinálhatod, de én mindenkinél láttam ezt az egyetemi évek alatt. Hogy ott egy nagyon érdekes univerzum van. Ugye arra bátorította a tanítványot, hogy úgymond egy ilyen így jöttem filmmel kell kezdeni a párt, hogy magadból dolgozni, illetve a másik truvája az volt, hogy elintézte, hogy nektek legyen egy nagy játékfilmetek diplomafilmként, tehát hogy rögtön el tudjátok indítani a pályát egy nagy filmmel. Hogyha egy utólag megpróbálom megfejteni az ő koncepcióját, akkor az inkább az volt, hogy figyeljünk kifelé, jobban, egy járjunk nyitott szemmel, és figyeljünk befelé, jobban. És ne valamilyen ködös ötleteket és előképekből rakjuk össze a történeteinket. Ne utánozzunk, imitáljunk mindenféle filmes stílust vagy alkotót, hanem nézzünk körül, hogy mi van, abból szedjük össze, és nézzük belül, hogy mi van, nézzük körül bent, hogy mi van, és abból, és a kettőt rakjuk össze. Én nála ezt tanultam, azt hiszem, mert az első évben nem autobiografikus volt, és nem így jöttem film volt, hanem dokumentum, filmek sokasága.
tehát kisebb, nagyobb ilyen dokumentarista megközelítésű etüdök. Tudom én, gyárba kimentünk, mindenki választott egy gyárat, és akkor ott feldolgozási folyamatokat csináltunk meg, hogy A-tól Z-ig meséljük el a filmnyelv fel, hogy lesz az agyagból tégla. Vagy portrét valakiről. Kezdjünk el egy embert feltárni, megnyitni, mint ami most itt a te feladatod. Vagy keresünk egy szociológiai specifikumú témát, kezdjük ebbe fókuszálni, találjunk ott egy történetet, és akkor azt szituatív módon kísérjük végig, mint ahogy a Schiffer csinálta. Egyébként Schiffer be is hívta erre a feladatra. Meg összekapcsolt minket, ez is nagyon fontos volt, hogy összekapcsolt minket, hogy teamben dolgozzunk. Az is nagyon fontos volt, hogy összekapcsolt minket a szociológus hallgatókkal, az ELT-sekkel, mert a Örkény Antal vezetett ott akkor egy osztályt, és a dokumentumfilmekhez szociológus hallgatók kapcsolódtak be, és összekapcsolt minket a képzős látványtervezőkkel is, tehát hogy nekünk már ott az egyetemi évek alatt kialakultak azok a stábok, akik aztán a későbbi nagyfilmekben voltak. Tehát nem csak a 6x6 volt meg, mint ami most van az egyetemen, vagy volt az egyetemen, hanem még azon túl voltak ezek a nagyon fontos emberek. Semmit sem kellett szégyelni, tehát hogy mindennek volt helye, tehát mindenki a legnagyobb hülyeségét is megcsinálhatta, és meg is csináltuk. És aztán látható is vált, hogy azok a filmek, amik kijöttek későbbi nagyjátékfilmek, azok elég bátor filmek voltak. Ha csak most kettőre gondolok, vagy többet is lehetne sorolni természetesen, de például a Török Ferinek a filmjei, a Pálfinak a filmjei, azok nagyon-nagyon bátor dolgok. Nagyon bátor dolgok. És ma már nem csak politikai szempontból nem lehetne azokat a filmeket megcsinálni, hanem ez egy ilyen folyamat, hogy az ember eljut eddig a bátorságig, és ahhoz kell egy szabad közeg. Arra úgy lépésről lépésre készülni kell, mire az ember egyszer csak ott van, és azt mondja, hogy ezt most így megcsinálom. Ahhoz kell egy segítő közeg, egy segítő társadalmi közeg. Egy szabad, segítő társadalmi közeg. És a te első filmedet, a Macerás ügyeket mennyire tartod, hogy érezted bátornak? A Macerás ügyekkel kapcsolatban Simó csalódott volt, emlékszem, mert ő kicsit ilyennek érezte. Ahhoz képest, amit én előtte csináltam az egyetemen. Azok nagyon, nagyon tiszta, egyenes, nyers dolgok voltak. A Macerás ügyek meg tele volt ilyen formai kísérletezéssel. De én akkor azt úgy éreztem, hogy most engem ez érdekel, és én ott kipróbáltam egy csomó mindent, ami éppen eszembe jutott. Tehát nem érdekelt az, hogy ez most az első filmem, és hogy ezen nagyon sok minden áll. Nem is gondoltam erre, hogy áll vagy bukik az én karrierem, hogy én most itt mit csinálok, hanem én addigra már megcsináltam két olyan filmet, ami 40 perces volt. Kb. Úgy éreztem, hogy így ezen a nyelven én tudok mesélni, és sokféleképpen, tehát hogy műfajilag is így sok mindent el tudnék mondani. Tehát legalábbis a nyelv így a birtokomban van, a birtokunkban, úgy, és itt egy csapatról kell beszéljek. És hogy ezt tovább akartam ebben a filmben tágítani, hogy mit lehet még ezzel a nyelvvel kezdeni. És a Macerás ügyek az erre egy ilyen eklatáns példa, hogy itt a narráció gépíró hang, tehát a narráció és a vágás az egy ilyen gépírásra megy, és gyakorlatilag minden egyes leütésre van egy vágás például, vagy hát most nem akarom sorolni abba a filmbe, amiket így akkor így éppen kitaláltam. Persze lehet, hogy ez egy zűrzavaros baromság az egész. De annak volt rendesen egy története, meg egy íve,
végigjár a film egy ilyen kis egyszerű szerelmi történetet. Nem akartam komolykodni, ez nagyon, nagyon fontos volt, mert láttam azt, hogy a generációmban, sokan lehet, hogy az íróknál, nem tudom, hogy elkezdenek komolykodni, és én tudtam azt, hogy ha akarnék, akkor tudnék csinálni egy ilyen komoly vagy komolykodó filmet, de nem akartam ezt. Igazából hülyéskedni akartam. És ugye ebben a filmben Jancsó Miklós is szerepelt, a híres filmrendező szerepére önmagát játszotta, és neki van egy elhíresült mondása a generációtokról, hogy sok jót, sok tehetséget látok, de csak egy zsenit, és ez a Hajdú Szabolcs. Ami egy elég erős mondat. Engem az érdekelne, hogy te erre hogyan reagáltál akkor, mennyire nyomasztott ez téged, vagy egyáltalán mennyire hitted el? Hát igaza volt. Nem, hát az ember ez nem így működik. Tehát ez akkor, amikor az ember, tehát amikor dolgozok, akkor mindennel szembesülök, ami hiány. Tehát alapvetően azokkal szembesülök, ami nincs a birtokomban. Hogy mi az, amit nem, tehát hogy a munka az egy ilyen, nem azzal, hogy én zseniális vagyok. Tehát nekem ez... Az ilyen típusú visszajelzések persze engem nem nyomasztanak, hanem nagyon segítenek, mert általában van bennem egy nagy bizonytalanság mindennel kapcsolatban. Valószínűleg azért, mert mindig valami újat próbálok ki, és amikor újat próbálok ki, akkor teljesen elveszítek mindent, amit addig tudtam. Tehát azt gondolom, hogy semmit sem tudok, és nincsenek eszközeim, és újra kell az egészet tanuljam. Azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy ilyen az utóbbi filmeknél, hogyha megcsinálok egyszer egy ilyet, akkor az másodjára, harmadjára is ugyanúgy fog menni, és mindig elhiszem, hogy ez, még én is el tudom ezt hitetni magammal, hogy ez így lesz, és leülök mondjuk megírni egy forgatókönyvet, megírom az első jelenetet, amiről mondjuk elégedett vagyok, és akkor érzem azt, hogy na, akkor most viszont van egy ötletre, szükség van egy ötletre, vagy egy következő dialógusra, igen, most itt megint egy ötletre, és újabb, és újabb, és újabb, még ebbe a kicsi, szűk, zárt terű drámákban is rengeteg apró ötletre van szükség, és ez napont, és valamik az embernek nincs, egyszerűen nincs, semmi nincs. Egyszerűen teljesen klisé, és hülyeség jön csak. Hát akkor én nem a zsenialitásommal szembesülök, és azért 80%-ban ez inkább erről szól. Ez inkább erről szól. Aztán persze, amikor meg már valami létrejön, meg tehát úgy összeáll, és úgy mondjuk elkezdünk forgatni, akkor más kérdés, mert akkor megint jön egy ilyen önfeledtségi állapot, akkor meg megint nem vagyok alapvetően tudatában annak. Tehát ezen így nem gondolkozom, de mondom, nekem kifejezetten jól esik, amikor mondanak jókat rólam, mert az engem így megerősít, hogy jó, csináld csak tovább. Csináld csak tovább, mert vannak emberek, akiknek ez tetszik, vannak emberek, akiknek ez sokat jelent, nekem is sokat jelent, hogy neki sokat jelent, tehát ez nekem plusz energiát ad, és akkor szívesen csinálok még egyet. Mert én így szeretek örömet okozni magamnak is, meg másoknak is. Maga Jancsó, az ő személyisége, a filmjei, azok mit jelentettek számodra? Hát nagyon sokáig semmit sem jelentettek, mert nem ismertem a filmjeit. Nem voltam egy tájékozott egyáltalán. Én színházban, a színházi buborékban voltam. És abban csak így a commerce fért be. Tehát most a commerce-et, tehát a keresztapát mondjuk ide sorolom, hogy commerce. Vagy a taxisofőrt, vagy ezeket a filmeket. De már Cassavetes az csak sokkal később. Vagy sokkal később állt számomra fontossá, vagy érthetővé. És ebbe a kategóriába tartozik a Jancsó is, hogy amikor az első filmeit láttam még a 80-as években, akkor a Pucérnő miatt mentünk be az iskolába, aztán később az egyetemi évek alatt kezdtem el szerintem nézni, szinte azzal együttemben, hogy őt megismertem. És akkor pedig hát ilyen
nagyon, tehát hogy szerintem nincs olyan magyar film, és akire ne lenne hatással, sőt, aki világszerte megismeri ezt a nyelvet, ahogy ő használta a film nyelvet, az mindenkire nagy hatással van, ugyanúgy, mint ahogy most Tar Béla. Bár szerintem ők teljesen más. Tehát, hogy szokták összehasonlítani Tar Bélát meg Jancsót a hosszú snittek miatt, de teljesen máshogy használják ők a film nyelvet. Tehát a Jancsó egy gondolkodási folyamat mindig a snitt, az a snitt, amit éppen nézek. Egyszer exponál, egyszerre dekódolt üzenetekkel, metaforákat képez, egyszerre elrejt, és tehát nem az van, hogy lekövetne mondjuk egy szereplőt. Általában a hosszú snittek mostanában erről szólnak, hogy követ egy szereplőt. Itt nem erről van szó, itt folyamatosan fogalmazza a teret, a viszonyokat fogalmazza, olyan, mint egy ilyen varázsló. És erre szerintem a top filmje a Csillagosok katonák. Ott, ahogy a teret, a szereplőket, az egész, ahogy azt használja, az szerintem hihetetlen. És annyira unikális a nyelvezete, hogy semmihez sem lehet hasonlítani. Tehát eleinte még nyilván lehetett a Antonionihoz hasonlítani az oldás és kötést például, de a szegény legényektől kezdve már egyáltalán semmi köze hozzá. Tehát ez egy teljesen önálló univerzum. Tehát se Tarkovszkijhoz, hogyha már ilyen. És a Bélánál az más, mert Béla az ilyen, Béla az inkább szeánszok, az ő hosszú snittjei. Tehát azok ilyen szakrális szeánszok valahogy, de a Jancsónál nem, az egy ilyen monumentális gondolkodási folyamat folyamatosan, ahol nagyon komplex, egy snittje is nagyon komplex. És ez rám nyilván nagy hatása volt, és meg van, de nagyon óvatosan kell ezzel bánni, mert az embernek a saját játékát kell megtalálnia. Mindenkinek van egy játéka. Minden költőnek, írónak, rendezőnek, mindenkinek van egy saját játéka. Vagy kellene, hogy legyen egy saját játéka, amit csak ő tud játszani. Csak rá jellemző. És ezt sokan megtalálják. Ugye a Tar Béla megtalálja, a Jancsó megtalált, és még lehetne sorolni hosszan. És ezek a játékok nagyon különbözők. Van, aki egy játékot játszik egész életében, monomániásan. Van, aki sok játékot szeret kipróbálni. És te mikor találtad meg, hogy mely játékot? Az a te játékot, ahogy mondtad is, hogy mindig újba kezdesz? Igen, és abban megtalálom, abban próbálom megtalálni a saját identitásomat abban az egészben, mindenképpen. Tehát, hogyha összehasonlítjuk ezeket a filmeket, mint a Ernelláék Farkaséknál és a Biblioték Pascal, azért két nagyon különböző játék. De mind a kettő az enyém, és mind a kettőben nagyon-nagyon benne vagyok. Ennek van egy olyan hátrány, amit szoktál mondani, hogy minden második filmet kiakasztja az embereket, mert akinek tetszett mondjuk a Macerás, hogy azt nem tudott mit kezdeni a meseszerű Tamarával, aki szerette a realista fehér tenyeret, az nem értette, hogy mi ez megint csak ez az elemeltség a Biblioték Pascalban. Te például hogy érted meg a második filmednél, a Tamaránál ezt a... Akkor találkoztattál először ezzel a megrökönyödéssel, amit ez a stiláris változatosság kiváltott az emberekből? Hát, akkor rosszul érintett, mert a Tamara az egy nagyon sikeres színházi előadás volt. Nagyon szerették az emberek. És a film ahhoz képest... A Macerás ügyekhez képest nem volt egy ilyen nagy, nem fogadta ilyen nagy ováció. És engem az nem vigasztal, hogy valamilyen fesztiválon, meg különböző fesztiválokon ez részt vett, és hogy ott az embereknek tetszett, mert végülis én így csináltam Magyarországon, és ugyanez a helyzet a Déli Báb című filmmel is, hogy én itt csináltam, és alapvetően én itt próbálok, vagy itt próbáltam az emberekkel kapcsolatot teremteni ezeken a filmeken keresztül. Tehát mégiscsak itt kellene rezonálnia, én úgy érzem. Tehát, hogy nem hiszek abban, hogy vagy engem nem is hiszem, én engem nem motivál az, hogy
hogy elkészítek egy filmet, és akkor az ilyen fesztiválokon jól szerepel, és akkor azt könyvelem el sikernek. Mert az semmi másról nem szól, csak a karrieremről. Egy ilyen film az egy morális tett egyik oldalról, és egy dialógus kezdeményezése a közeggel, amiben az ember él. És hogyha nem kapom el a fonalat, vagy nem találom meg a rezgést, akkor az én hibám. Lehetne azt mondani, hogy de mit tudom én, van egy csomó commerce film, és mennyi ember, és akkor alá kell menni annak az. Nem, ez nem így van, hogy alá kell menni ennek. Mert meg lehet azt csinálni, az embereknek a nagy része abszolút fogékony a minőségi dolgokra. Hogyha az tényleg úgy van elmondva, hogy be van vezetve, meg van értetve vele, nem didaktikusan, hanem szépen lépésről lépésre, mondjuk egy alkotáson belül képes megérteni egy nagyon komplex nyelvezetet is, hogyha nem marad ki a folyamatból. Hogyha szépen ott mondjuk a filmen belül van felépítve neki. Erre mi tettünk kísérleteket színházban, hogy vittük a színházi előadásokat kisfalvakba, és lépésről lépésről megérti az egészet, és a végére egy nagyon bonyolult dolgot is képes befogadni, és átélni, és katartikus tud lenni. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy nem az az út, hogy megyek a commerce fele feltétlenül, és akkor tudok a legtöbb embert elérni, hanem a témák által, a téma fontossága által, és annak a nagyon tiszta kommunikálása által meg lehet fogni bárkit, és a nyelvezetet pedig, tehát azt a nyelvezetet kell megtalálni, hogy ő megszokjon egy minőséget, és elkezdje megszeretni egy minőséget. Erre a legtöbb ember szerintem abszolút fogékony. És a Tamaránál szerinted miért nem sikerült ezt a dialógust? Én azért azt gondolom, mert nagyon direkt módon így fölraktam egy ilyen vad világot, és erre nem volt senki, tehát hogy nem vezettem ezt így be, ezt be kellett volna valahogy vezetni. Szépen lépésről értsük meg azt, hogy ez miért akarom én ezt így mesélni? Hogy ez miért mesélődik ez így? Ezt valószínűleg most már lenne rá ötletem, meg technikám, hogy ez hogy vezessen be, hogy ne egyből egy ilyen elfordulást. És persze ez nem azt jelenti, hogy a Tamara az ne fogott volna meg embereket, sőt, nagyon sok, tehát annak volt egy ilyen kis bázisa, akik nagyon szerették. Én is nagyon szeretem azt a filmet egyébként, de lehetett volna szerintem így a spektrumot nyitni, és hogy annak érdekében, hogy minél több emberhez eljusson a téma, amiről szól, ez szerintem egy nagyon szép felvetés van benne, az mindenkihez szól. A párkapcsolati? Igen. Igen, és az egyébként átível egészen mostanáig az utolsó előadásunkig, vagy filmünkig. És ez a Tamarának ez a meseszerűsége, ez tényleg abból fakadt, amit mint hogyha már olvastam volna valahol tőled, hogy menekültél az akkori politikai társadalmi realitásból, mert akkor tapasztaltad először ezt a már sokkal jobban elburjánzott szétszakítottságot társadalomban? Igen, igen. Akkor volt az első Fidesz kormány, amikor azt csináltuk azt a filmet, vagy az előadást. És akkor nekem az volt az ilyen védekezés, hogy az egészet kizárom, és befele nézünk, hogy mi zajlik a hétköznapi életben egymás között. Egyébként most is ezt csináljuk. A Ernelláig Farkaséknál, a Kálmán nap, az 1% Indián, azok mind ilyen, ez a trilógia, ez mind ilyen történet, hogy a politika ebbe csak úgy szüremlik be, amennyire mondjuk egy rádióból behallatszik, vagy ahogy a hétköznapjainkat egyébként, ahogy éljük, úgy beszülem. Illetve hát erre egy kicsit tágabban, tulajdonképpen tetralógiaként is lehet így értelmezni a békeidővel együtt, ott kicsit direktebben, vagy eléggé ott be van ékelve. És a fehér tenyér is ez ugye, hogy ott meg a gyerek, egész nagy gyerekkorodig, vagy hát az öcséddel gyerekkorotokig
mentél vissza, viszont ott megtaláltatok egy nagyon erős és a közönségre erősen rezonáló formát, hogy ez egy ilyen kézikamerás, történelmi közeget, 70-es, 80-as éveket kézikamerával bemutató, nagyon zsigeri film lett, és most amikor újra néztem, nagyon erős élmény volt, mert aktuálisabb, mint valaha. Hogy te hogyan élted meg, hogy az elmúlt pár évben, amikor olvastad, szembe jöttek ezek a hírek, hogy elkezdtek egyre nagyobb számban kipotyogni a csontvázak az élsportnak a szekrényéből, amire ti akkor rámutattatok? Nem volt ez szándékos, hanem egyszerűen csak egy belső indítatás volt, és mondom, ez a bátorság, ami azelőtt nekem nem volt meg. Tehát, hogy kezdjünk el arról beszélni, amiről úgy nem mersz, vagy nem szoktál. És nekem ezek voltak azok a témák, amiről én nem mertem, vagy nem szoktam előtte beszélni. És nekem egyáltalán nem volt olyan szándékom, hogy most itt kiborogassam a bilit, vagy lehúzzam a leplet bármiről is, hanem én csak akartam beszélni olyan dolgokról, amikről addig nem mertem beszélni. Ez még abszolút az egyetemi attitűd, amit Simó sugalt tulajdonképpen, hogy beszéljünk ezekről. És hát a nagy tudatlanságomban én belevágtam ebbe a téma, ebbe az egészbe. Egyáltalán nem voltam rá fölkészülve. Milyen értelemben? Hát semmilyen értelemben. Tehát, hogy én még egy csomó... Tehát, hogy azt gondolom, hogy se a történelmi kontextusát, se a társadalmi kontextusát, se a filmnyelvi részét nem tudtam annyira, hogy ezt a filmet, vagy ezt a történetet normálisan meg tudjam csinálni. Már a forgatókönyv megírása alatt is szembesültem, hogy úristen, itt még ennyi minden lehetséges felvetés van, és én ezt nem fogom tudni kidolgozni. Vagy ebbe a filmbe így ez nem fér bele. Vagy erről nem tudok eleget. Ezt éreztem már a forgatókönyv megírásánál is, és folyamatosan hiányosnak is éreztem a forgatókönyvet. Meg folyamatosan azon gondolkoztam, hogy hú, itt most rengeteg a kérdés, de most ezekre a kérdésekre nekem itt most választ kéne adnom ebben a filmben. Ezekre én nem tudom a választ. Egyáltalán. Az utolsó pillanatig végig ez volt az érzésem, és hát a forgatókönyvnél, meg aztán a vágásnál főleg, ezt úgy hidaltuk át, hogy felállítottunk egy ilyen tükörrendszert, ez már így kapizsgáltam a forgatókönyvnél, de a vágásnál lett világos, hogy ezt csak úgy tudom, ezt a filmet így nézhetővé tenni, vagy érthetővé tenni, hogy miről is akarok beszélni, hogy összehasonlítok mindig két dolgot. És az összehasonlítás által, hogy egymás mellé teszem ezt, meg ezt, abból ki fog jönni egy harmadik gondolat, amit nem én találok ki, hanem még én is csak akkor fogok megérteni, amikor már látom. Tehát például a gyerekkort a felnőtt kor mellé teszem. És csak arra próbálok figyelni, hogy mi volt gyerekkorban, megpróbálom minél pontosabban visszaidézni, és mi van most felnőtt korban, és egymás mellé teszem. Ez mit jelent? Megpróbálom megrajzolni vagy megteremteni azt az atmoszférát, ami a 80-as évek Debrecenje volt, a lakótelepeket, a panellakást, a tornatermeket, a ruhákat, és mellé teszem a mai Kanadát. Ez mit jelent így? Ebből is ki fog jönni valami. Akkor a tornát, sportot, ezt a furcsa, teljesen mérhetetlen, vagy nehezen megítélhető sportágat, hogy ezt te hogy, mert pontozásos sport, mellé teszem a művészetet.
Tehát a cirkuszt és a tornát. És akkor ez így mit jelent? Szocializmus, kapitalizmus. És akkor ezekből az összehasonlításokból áll össze a film jelentése. És ezzel én egy csomó olyan kérdés és újabb kérdés merül föl, és bizonyos esetben válaszok, amikre én egyáltalán nem tudtam, és mai napig sem tudok válaszolni, és most is, amit mondasz, hogy a társadalom még mindig feldolgozás alatt, tehát hogy feldolgozás alatt tartja ezeket a témákat. Tehát újra és újra előkerülnek, tizen nem tudom hány év után. Igen. Ugye ez egyfajta Me Too film volt. Nekem, én ugyanolyan helyzetekbe keveredtem a fehér tenyér után, mint most mondjuk az úszók, vagy a Sáros Dililla, hogy mennem kellett be a televízióba, és ott ült a Torna Szövetség elnöke, vagy az Olimpiai Bizottság elnöke, és egy moderátorral beszélgettünk, hogy ez igaz, vagy nem igaz, ami a fehér tenyérben van, és hogy ez így volt, vagy nem így volt, mennyire túlzás, vagy nem túlzás, és hogy én csak fantáziálok, vagy nem fantáziálok. Szóval... Akkor gondolom az volt inkább a konszenzus, hogy túlzás, ami a filmben van, nem? Elszigetelt esetek. Igen. Lehet, hogy volt, ez mindenki tudta. Hát ez most is tudja mindenki. Tehát ez hülyeség. Mindenki próbálja védeni a mundér becsületét, és persze az emberek, főleg aki benne él, imádják a sportot, és imádják azt, amit csinálnak. És tényleg rettenetes az, hogyha valaki ilyen szinten túllép határokat, és én sem vagyok meggyőződve arról, hogy bizonyos esetekben mennyire lehet túllépni határokat. Tehát, hogy én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy egyfajta szigor az... Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy szükség van egyfajta szigorra. Sőt, voltak olyan 10-15 év után a film bemutatása után olyan fiatalok, akik azzal jöttek oda, vagy olyan levelet írtak, vagy kommentet, hogy ők vágynak ilyenre. Hogy valaki tapossa ki belőlük. És valaki hozza ki belőlük ami benne van. Az, hogy milyen, tehát, hogy és akár ilyen módszerekkel is. Hát ez nagyon furcsa dolog. Tehát én vagyok meggyőződve egyáltalán semmiről. Se az egyik irányba, se a másik irányba. Nem tudjuk, én nem tudom. Nem tudom, hogy mi a jó. És szerintem nagyon sokan ugyanebben a bizonytalanságban vannak, mert a sportnál tényleg az van, hogy adott ponton vannak a gyerekek, akik fegyelmezetlenek, fölmegy a szerre, hülyeséget csinál, leesik, az kitöri a nyakát. Valamit kezdeni kell azzal. Tehát, és az edzőnek a felelőssége. Nyilván nem kell agyonverni, de egyfajta szigor nyilvánvalóan szükséges. Vagy egy erélyesség, vagy nem tudom. Igen, csak nem az a fajta szigor, ami a filmben is van, vagy amit is átéltetek a... Hát igen, mert a szadizmus. Véresreveréssel, igen. A szadizmus meg a hatalommal való visszaélés, az egy másik ügy. De hát abban az időszakban meg mindenki ezt csinálta, nem csak az edzők. Nem azt mondom, mindenki, de jellemző volt minden területen. Az, hogy valaki hatalmi pozícióban volt, az hatalmi pozícióban beszélt is, és élt, és visszaélt ezzel. Föntről lefele, a legalsóbb szintekig ez így működött. Amikor most láttam Putyint, amikor előszedi a titkosszolgálati... Tehát, hogy így összerándult a gyomrom, mert egész gyerekkoromban ilyen szituációkban voltam, amikor be kellett menni az igazgatói irodába, mondjuk az iskolába, vagy az edző, tehát, hogy nem kellett ahhoz fizikai fenyítés, hogy az ember ezt átélje. És te ezzel a filmmel, a fehér tenyérrel feldolgoztad, vagy kipurgáltad magadból ezeket az élményeket? Ugye akkoriban volt egy olyan, hogy majdnem visszatáncoltál, vagy hát vissza akartál táncolni a bemutató előtt, mert úgy érezted, hogy ez, hogy szégyenérzet öntött el, hogy ezt nem akarod. Hát igen, de szerintem ez ugyanaz, mint aki a MeToo történetekkel előáll. Ez ugyanaz az érzés. Igen, ez így volt. Hát az biztos, hogy minden egyes ilyen dolog után, amikor így megteszek valamit, én egyre és egyre könnyedebb vagyok. Ezek ilyen bénító erők az emberben, ezek a kibeszéletlen dolgok. Nem úgy kell fölfogni, mint egy ilyen terápiát, mert ez nagyon öncélú lenne. Én azt mindig nagyon
végig gondolom, hogyha van egy ilyen probléma, az mennyire általános, mennyire lehet általános probléma? Tehát, hogy csak akkor érdemes erről nekem nyilvánosan bármit is, tehát, hogy mondjuk csinálni egy filmet, valamiről egy színházi előadást, hogyha az valószínűleg nem csak rám jellemző, csak nem csak engem érint. Tehát ezek, amikről csináltam a filmjeimet, azok valószínűleg nagyon sok emberre érvényesek, és ki is derült aztán később, mostanában, hogy a fehér tenyér az nagyon sok mindenkit érintett. De ugyanígy a mostani trilógiánk is. Hogy a személyest én csak akkor kezdem el elővenni, amikor azt érzem, hogy univerzálissá lehet fejleszteni, és egészen addig nyitom az alkotási folyamat alatt, amíg a lehető legnagyobb spektrumig ki tudom nyitni, és általánossá tudom tenni. Tehát elkezdem távolítani a személyestől, de még egy ilyen pórázon tartom, hogy ne szakadjon el tőlem teljesen. Ezek a filmek ilyen, aztán egy idő után leválnak rólam, mint szépen így leválik rólam, mint egy ilyen lebedlett bőr. És ez a szembenézés a tégedért hatalmi, vagy hát az egész társadalomra jellemző hatalmi visszaélésekkel mennyire hatott a saját filmkészítési gyakorlatodra? Tehát, hogy például ez a fajta inkább bázisdemokratikus rendszer, amit ti a forgatáson, alkotási módszerben felépítettetek, ez már kezdetektől fogva így volt, vagy ez egy lépésről lépésre adó folyamat volt, amiben a fehér tenyér mondjuk egy fontos pont volt, vagy nem? Hát én így nem így gondolkoztam ezen, hogy ez összekapcsolódna, de biztos vagyok benne, hogy összekapcsolódik. Nem véletlenül csináltam a filmet, mert ezek bennem vannak, meg ezek a gondolatok itt forognak, és összekapcsolódik. Mert ami a fehér tenyérben is van, az valamilyen szinten velem is folyamatosan megtörténik a második része, hogy örökölsz egy modellt, amit láttál magad körül, én a szocializmusban szocializálódtam, én ezek beivódnak, és automatikusan egyszer csak ez jön elő, mint ahogy a fehér tenyérben, hogy lepofozza a gyereket a főszereplő Kanadában, és mindenki megrökönyödik. Valószínűleg tartom, hogy sokszor estem abba a hibába, vagy történt ez meg velem, hogy én elkezdek úgy kommunikálni, vagy úgy viselkedni, mint ahogy azok az emberek viselkedtek, akiknek annak idején én tulajdonképpen az áldozata voltam. És ezeket folyamatosan fel kellett nekem ismerni, meg fel kell ismernem a mai napig. Tehát ettől nagyon nehéz menekülni. És azt meg nem szeretném, hogy képmutató módon eljátszom a nagy demokratát. Mert nekem ezt tanulni kell. Nekem ezt meg kellett tanulni, nem születtem annak, sőt. Nekem ezt így napról napra, folyamatosan a kommunikációban és minden egyes helyzetben egy résen kell lennem, hogy ezek a reflexek ne jöjjenek vissza, mert visszajönnek. Ez a legmélyebben beívódott dolog. 18 éves koromig csak ez volt. És aztán később, még a 10 év utána még a különböző rendezőkkel való munkák. Hát azok a rendezők, azok ugyanígy, ugyanebben a szellemben dolgoztak és kommunikáltak. És próbálunk megvalósítani egy ilyen bázisdemokratikus szisztémát, egy egymás mellé rendelt hálózatban működő rendszert, ahol viszonylag arányosan vannak elosztva a felelősségek. És tudom azt, hogy az egésznek én vagyok a fő felelőse. De biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor, amikor valami hiba van, akkor én is kőkeményen beleállok valakibe, vagy megalázok valakit, és azt nekem vissza kell vonnom, vagy bocsánatot kell kérjek, vagy lehet, hogy észre sem veszem. Tehát ez a másik, hogy más hívja fel a figyelmemet rá, hogy figyelj, ez nem így kell. Ez nem oldódott meg. Egyáltalán nem oldódott meg. Lehet, hogy soha nem is fog megoldódni, hanem egy ilyen velünk élő, velem élő, vagy így ebben a keleti blokkban velünk élő ügy. Az is,
hogyha vezető pozícióban vagyok, de az is, hogyha nem vagy vezető pozícióban, és folyamatosan a meghunyászkodás a reflex. Nem tanultuk ezt meg. Tehát ez a rendszer, amiben élünk, aztán meg végképp nem segíti azt, hogy ezt megtanuljuk. Két dolgot tudsz megtanulni, pont amiről beszélek. Az egyik az, hogy be vagy rendezkedve egy ellenállásra, mert azt gondolod, hogy az, ami történik körülötted, az nem fér össze az értékrendeddel, és folyamatosan megpróbálsz kritikával viszonyulni ahhoz, ami történik itt. Másik oldalról pedig beállsz a elfogadod, hogy ez megváltoztathatatlan, ami itt van, és opportunizmus irányába mész. Ez a két dolog. A két alap hozzáállás. Mind a kettő feltételezi, hogy van fölötte egy felsőbb hatalom, mert ahhoz képest állsz ellen, és ahhoz képest vagy opportunista, és ezt nem tudod megtanulni, hogy milyen az, amikor az nincs. Milyen az, amikor egyszerűen szabad vagy. Szabad vagy, és szabadon döntesz. És a gyerekeink, akik most fölnőnek, ezt nem tudják megtapasztalni. És ezért elkeserítő ez a helyzet, vagy tragikus, mert újra ott vagyunk, hogy volt egy kicsi idő, amikor elkezdhettük gyakorolni, praktizálni, hogy mit kezdjünk a szabadságunkkal egyáltalán, hogy kezeljük a szabadságot, de most ezt nem tudjuk. De ugye színházban felépítettetek a látóképpel egy olyan struktúrát, legalábbis a Covid előtt, ami egy ilyen jól működő, független alkotói lét volt. Úgy érzed, hogy ez se tud teljesen szabad lenni, és hogy mennyire lehet ezt a függetlenséget hosszú távon megvalósítani, vagy gyakorolni filmben, amit ugye mostanában is csinálsz Ernelleik, Farkasiknáltól kezdve, Békeidőn át, illetve most leforgattátok a Kálmán napnak és az 1% indiánnak is a filmverzióját. Egyik oldal örülök, hogy ezeket megcsináltuk, mert elsősorban azért örülök, mert megtanultam, hogy kell filmet csinálni ilyen helyzetben. A lehető legmostohább körülmények között, lehetetlen körülmények között, hogy lehet színházat csinálni, és hogy lehet filmet csinálni. Másik oldalról pedig pont ebben az évben most, hogy 50 éves lettem, el is döntöttem azt, hogy többször nem csinálom. Mert elegem van abból, hogy nekem szívességet kell kérnem azért, hogy hozzátehessek ennek az országnak a kulturális tartalmaihoz. Nagyon sok embertől kell szívességet kérnem, és ezeknek az embereknek a jó indulatán múlik, hogy ez a film elkészül. Irgalmatlan nagy ellenszélben, és tulajdonképpen ezt úgy kell csinálnom most itt, hogy én ennek a vagy mi sokan ellenségként vagyunk kezelve. Ez méltatlan és megalázó. És ebben a méltatlan és megalázó és állandó, permanens vesztes helyzetben nem akarok létezni, mert megszokom ezt, hogy permanensen, állandóan vesztesként vagyok kezelve, és egy adott ponton pedig lesajnálva. Emiatt, hogy én ennyiből és így csinálok filmet. Szóval így ezt így örülök, hogy megcsináltam, meg tudjuk csinálni, ezt bebizonyítottuk, képesek vagyunk erre, felépítettük, igen, de erre egy fillért nem kap, és nem támogat senki. Igaz, hogy nem is kértünk támogatást, de nem is kaptunk volna valószínűleg. Úgyhogy én most más irányba kezdtem el mozdulni. Most ezeket szépen lezárogatjuk, ezeket a színházi előadásokat még játsszuk. A filmekből, vagy a előadásokból filmek készültek, de ezek már nem magyar költségvet, nem magyar támogatású filmek, hanem szlovák-svájci, magyar nyelvű szlovák-svájci filmek. De ugyanakkor az is van, hogy alkotóként viszont ezek egy nagyon sikeres periódus nyitottak meg az életedben, mert hogyha mondjuk 30 év múlva előveszik a Hajdú Szabi és csapat a filmeit, akkor az Ernelláik például azt biztosan emlegetni fogják. Remélem, hogy a másik kettőt is, igen, ami most készült el. Majd meglátjuk. Meglátjuk, igen. Ja. Ez így van, de engem ez nem vigasztal, mert a hétköznapok nem erről szólnak. A hétköznapok azok erodálnak, tehát minden szempontból, lelkileg, fizikailag, szellemileg leamortizál. Tehát az, hogy neked ezt ellenszélben és folyamatos akadályoztatásokon kell, tehát úgy kell csináld, és nem pedig segít, tehát az, hogy segítő közegben,
az rendkívül, mondom, méltatlan, megalázó és fárasztó. És nem, hogyha tehetem, akkor nem. Tehát, hogy nagyon szeretnék én itt dolgozni, de legalább ennyi segítség kéne hozzá. És ez nem egy hullámzó kedély állapot, hogy valamikor ebben a folyamatos ellenszélben annyira elfáradsz, hogy azt gondolod, hogy másra akarsz foglalkozni, mint hogy a déli báb után is elmentetek valami tök más csinálni, amit akkor úgy fogalmazni, hogy ez egy erkölcsi válságba taszított téged, hogy a film alapnál kellett pályáztatok és megcsináltátok azt a filmet, aztán kőművesként is dolgoztál, bolti eladóként az Orsa, hogyha jól emlékszem, ahogy egy barátod fogalmazott, azt emlegetted, hogy ez egy önrecs volt számotokra, aztán utána jött az Ernelláék. Hát ez nem egy hangulat, nem egy pillanatnyi kedély állapot volt, mert aztán 2000, nem tudom mikor, 13-14-ben mondtam, hogy én nem pályázok többet, és nem pályáztam többet, most 2022 van. Tehát azt elég sokáig tartottam. Nem, ez nyilvánvalóan én, itt most sok mindenki nagyon el volt keseredve így a választások után, de hát bennem ez már hosszú ideje érik. Én az utóbbi években így évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre, napról napra, percről percre azt éreztem, hogy fokozatosan kirabolnak. Elveszik tőlem azt, ami miatt a legfontosabb dolgokat, amik az identitásomhoz tartoznak. Hogy én azt tudjam mondani, hogy igen, én ehhez a közösséghez tartozom, Magyarország. Magyar. Hogy ezt én tiszta szívvel és hittel ki tudjam mondani. És hogy én ennek az országnak a kultúrájához kapcsolódom, és próbálom folytatni, vagy ebbe dolgozom be. Hittel. Azonosulok vele. Nem tudok azonosulni. Elkezdtem ezt elveszíteni. Elkezdtem szorongani. Elkezdett taszítani. Tulajdonképpen elkezdtem elveszíteni ezt a nagyon erős kapcsolódást, az identitásomban kezdtem el elbizonytalanodni. És ez egyszerre egy művészi identitás, másik oldalról pedig egy teljesen személyes identitás is. Mert valahol valamiben meg kell találja az ember az identitását. Ha másban nem, ilyen, mondjuk egy családban. Így mostanra kb. Elérkezett a dolog, hogy valahol máshol, másban kell megtaláljam az identitást. Tehát megtalálnom magamat, vagy amihez én tudok csatlakozni, amivel tudok azonosulni. Nem tudom még ez micsoda, tehát most keresem. És most keresem. Külföld felé tapogatózol? Valószínűleg ez emberek és közösségek. Embereket fog jelenteni, és közösségeket fog jelenteni. Nem feltétlenül az, hogy külföld, vagy valószínűleg egy nemzetközi helyzet. Tehát igen, hogy akkor elkezdek nyújtózkodni. Hogyha itt nem találom magam körül, akkor próbálok messzebbre menni. És igen, most a következő projektek azok külföldhöz kapcsolódnak. Ez nem jelenti azt, hogy nekem külföldön kellene élnem, mert a gyerekek ide kötnek például. De a projektek azok már külföldhöz kapcsolódnak, igen. De és ott meg tudod találni ezt a közösséget, mert itt ugye van egy ilyen erős közösségetek a látóképpel. Igen, hát mondjuk csak egy ilyen példát mondanék, hogy most pályáztunk ugye a Szlovák Filmalaphoz ezekkel a filmekkel, és be kellett menni a bizottsághoz, a kuratóriumhoz. És ott ült öt ember, akikre már ránézésre azt éreztem, hogy tulajdonképpen így egy brancs vagyunk. Egyszerűen végignéztem a tekinteteken, és utána elkezdtünk beszélgetni, és az, hogy a nyelvünk nem volt közös, de alapvetően azon kívül minden. Minden. Tehát, hogy az értékrend, tehát még hogyha vita van, akkor is azt érzed, hogy egy
egyben vagyunk, egy hajóban nevezünk. Ezt éreztem. Most itt, ha egy végignézek itt, hogy most kik vannak kijelölve mondjuk egy ilyen helyzetben, mondjuk a magyar film alapnál, és hogy velük kéne így, tehát mindegyikről például azt éreztem, hogy igen, ezekkel az emberekkel le tudnék menni ide a sarokra, és akkor este elsörözgetnék, és jól elbeszélgetnénk. Tehát én ezt a közeget mondom, hogy lehet, hogy itt megtalálod egy baráti közegbe, de tök jó lenne, hogyha bemész egy kuratórium elé, és ott is azt látod. És hogy tényleg az dönts el, hogy amikor odaadsz egy forgatókönyvet, akkor azt azért dobják vissza, mert tényleg szar. És ők megmondják, hogy ez tényleg nem jó, mert itt, egyszerűen gyenge, klisé, nem tudom mi. És beszélgessünk erről. És ne pedig az legyen, hogy aha, hát igen, Pálfi. Uh-huh. Hajdú, hát. Érted? Tehát, hogy ez nagyon liberális, vagy nagyon dekadens itt ez a... Hol van itt a történelmi vonatkozás? Meg egyáltalán magyar. Ez nem magyar. Tehát, érted? Szóval, tehát amikor én azt mondom, hogy megtalálok valamilyen közeget, akkor én erről beszélek. Erről beszélek, hogy nagyobb százalékban, hogyha mész valahova, akkor inkább abba ütközöl, hogy normálisan működik. Normálisabban. És nem pedig ilyen. És a színház, a látóképcsoport, az mennyire lehet egy ilyen menedék számodra? És mennyire most el ezt a... Az utolsó, igen, az utolsó menedék, tehát az utolsó kis közösség. Tehát, hogy azért mi az előadásainkat úgy csináltuk meg, hogy tényleg ezekre nem kaptunk semmiféle. Tehát, hogy ha van is rá támogatás, az annyira minimális, annyira kevés, hogy éppen azt az embert tud kifizetni, aki mondjuk egy ilyen pályázatot lebonyolít. Tehát ez nevetséges. Ők is, és mindenki kimerül ebben. Hogy tényleg mindent az égvilágon mi csinálunk, és nem tudunk egyről a kettőre jutni. Tehát ez, játsszuk az előadásunkat, és persze az, amit itt az elmúlt években végigcsináltunk, az egy fantasztikus dolog, mert kiépítettünk egy ilyen hálózati rendszert, hogy tudjuk minél többet játszani az előadásainkat, és akkor ezeket az előadásokat tényleg ilyen 100 fölötti előadásszámban játszottuk, a Kálmán napot 130-szor, a Ernellát is, most a 1% indián is már lassan eléri a 100-at. Pandémiával együtt. Tehát ez nagyon jó, de méltóbb közeget és körülményeket szeretnénk. Egész egyszerűen azt akarom, hogy méltóbb legyen. Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is. Köszönöm.